mint egy 2 évvel ezelőtt, amikor átvettük és a virtuókunkba kerültek bölcsödék, óvodák, iskolák, akkor leltároztuk az étkezési feltételekről, felmerült olyozókat, hogy hozzunk olyan határozatokat, amiben egyrészt korlátozzuk az egészségre káros élelmiszerek forgalmazását az iskolákba, de meghatározzuk, hogy nem feltétlenül, hogy mit korlátozzunk, hanem azt, hogy mit tettünk kötelezővé, legyen tejtermék, legyen gyümölcs ezekben az eladópontokban, amik az iskolában működnek. Illetve a tavaly indítottuk be ezt a programunkat, ami egy átfogó program, ahová bevontuk egyrészt az egyetem, az Orvostudományi Egyetemnek a diabetológiai katedráját is. Ugyanis a szakemberek azt arra figyelmeztettek, hogy egyre több az egészségtelenül táplálkozó gyerek az iskola. Legyen egy változatos étrendjük, legyen egy olyan recept állománya a rendelkezésükre, amit kötelezővé tegyünk, és az foglalja magába a kornak megfelelő összetételt. Erre kértük fel egész szintű professzor urat, illetve Adrián urat, aki egy közismert szakács. Most jutottak el oda, hogy változatos, megfelelő kalóriatartalmú és a kornak megfelelő kalóriatartalmú recepteket állítottak össze, és úgy, hogy bele kellett férjenek egy 70 helyes napi költség összegbe. Az elkövetkező időszakban a szülők leülnek az óvodák vezetőivel, és áttárgyalják, megbeszéljük, hogy melyik az a 30-40-50 menü, amit kiválasztanak maguknak. Szeretnénk oda jutni, hogy legalább 2-3 hétre legyen egy változatos étrendjük a gyerekeknek. Legyen benne szénhidrát, fehérje, zsír, legyenek ott a rostokkal, a gyümölcsök, és kezdjük el tudatosan étkeztetni ezeket a gyerekeket a kornak megfelelően. Teljesen ingyen csináltak ezek a szakemberek. Ők hozták a szakmai tudásanyagukat, a szakács hozta a maga a szakmai tudását, és szinte 5-6 hónapig dolgoztak együtt, amíg sikerült ezeket a recepteket kialakítani. Az a cél, hogy egy egészséges táplálkozásra neveljük a gyerekeket, a gyerekek megszokják ezeket a társításokat és ezeket az ízeket, illetve megszokják ezeket a mennyiségeket. Annyit elárulhatok, hogy 2000 kalória körüli menük vannak összeállítva, úgyhogy a napi szükségletüket fedezzék, illetve azt is fedezzék, ami a fejlődésükhöz szükséges. Amennyiben ez sikerül általánosítani, akkor valószínűleg tovább fogunk lépni egyrészt lefele a bölcsödék irányába, másrészt pedig felfele az iskolák irányába. Nem hiszem, hogy egy normálisnak tekinthető például az a helyzet, amikor 18-20 gyerekes közösségekben, osztályokban 16 gyerek fel van mentve a torna alól, egyre gyakoribb a kövér gyerek, egyre gyakrabban találkozom alultáplált gyerekekkel, akármilyen furcsa, és egyre gyakrabban találkozunk olyan étkezési szokásokkal, amiknek az eredményét lehet, hogy majd felnőtt körben fogjuk érzékelni, illetve fogja érzékelni az életet.